Akaránk, akkor, akkor Sokan ajándékoznak az ünnepek alkalmával könyvet szeretteiknek, azonban az elmúlt időszakban jelentős mértékben nőtt ezeknek a ára. A Lira Móra könyvesbolt üzletvezetője elmondta, hogyan hat a keresletre a könyvek drágulása. Tulajdonképpen nem függ a könyvárától, az az igazság, mert. Megnézik ugyan a vevők a hátulján, de hogyha szükségük van rá, vagy éppen tetszik, vagy ezt akarják ajándékba adni, akkor biztosan, hogy megveszik. Tehát nem ár szerint keresnek, az az igazság. Tehát... Köles Mihály hozzátette, még ezelőtt kísérő ajándék volt a könyv karácsonyra, többen már ezt fő meglepetésnek a karácsonyfa alá. Nyári Krisztián könyvkiadó elmondta, típustól függően átlagosan 30-60%-kal emelkedtek a könyvek árai a tavalyi évhez képest. Ennek a drágulásnak több oka van. Azt szoktam mondani, hogy több csapás is sújtja a könyvszakmát. Az egyik legfontosabb például, hogy most már lassan harmadik éve folyamatosan emelkedik a papírára. Ennek nagyon sok oka van. Kevesebb papír gyártanak, nyomdai papírt a, a, a világon a, a, a nagy papírgyárak, Ilyen módon kereslet szűkülés van, és és megdrágult az ár, bizonyos típusú papíroknak az ára akár háromszorosába is kerülhet. Hozzátette, a forint kedvezőtlen árfolyama is befolyásoló tényező, mivel a külföldi könyvek jogdíját legtöbbször euróban vagy dollárban fizetik. Annak ellenére, hogy egyre több kötet jelenik meg digitálisan, akár elkönyv, akár hangos könyv formájában, mely okos eszközről könnyen elérhető, ezek eladása nem jelentős mértékű. Nyári Krisztián szerint a könyv nem csak egy tartalom, hanem egy olyan tárgy, amit szeretünk a kezünkbe venni és a könyves polcunkon látni.